Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Pont Televízió nézőit és a Pont Rádió hallgatóit. Kedves nézőim, kedves hallgatóim, el kell, hogy mondjam, hogy régen voltam ilyen izgatott állapotban, mint amilyenben most vagyok, talán látják is rajtam, és ezért előre is elnézést kérek. De nem véletlenül, hiszen mai beszélgető partnerünk, aki nem más, mint dr. Forrai Katalin, a tudományok doktora, akit nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlök, és kedves nézőim, engedjék meg, de több évtizedes ismeretségünk alapján tegező viszony vagyunk, ami számomra nagy megtiszteltetés. Kedves Kati, nagy tisztelettel üdvözöllek, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és én is üdvözöllek téged is, az itt dolgozó kolléganőket is, és mindenkit, aki nézi ezt a adást. Nagyon szépen köszönöm. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy beszélek. Kedves Kati, nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetés, az mi részünkről van, mert, és itt megmagyarázom azt hiszem, hogy miért van ez az izgalom, mert én régen voltam vizsgázó szerepben, és én most úgy érzem előtted, mint aki diákként, hallgatóként, most valamiből vizsgázik, hogy miből fogok vizsgázni, azt majd a kedves nézők eldöntik a végén, illetve te is majd eldöntöd a végén. A témánk az, kedves nézőim, hogy mondjam önöknek, mert azt hiszem, hogy sajnos nagyon kevés embernek a kezébe jutott el az a könyvetek, az általatok szerkesztett könyv, amelynek a címe Mezőváros új szerepben. Talán egy jó fél éve, háromnegyed éve, már nem tudom, meg nagyon rohan az idő. Akkor volt alkalmam egy előadástokat végig hallgatni, amelyet kedves férjeddel, dr. Kozma Tamással tartottatok, és hát én lenyűgözve hallgattam itt ezeket az okos gondolatokat, és utána még megerősítettetek, mert kaptam egy könyvet tőletek, mivel előbb említettem ezt a címet, és abban olyan igazságokat és olyan egyértelmű igazságokat olvastam el, amivel csak a fejemet fogtam, és azt mondtam, hogy hopp, te jó, ez miért nem nekem jutott eszembe, és azt hiszem, hogy mondjuk hát jó, megmagyarázom, hogy miért nem nekem jutott eszembe, ennek több oka is van, de ez a könyv nagyon sok mindent összefoglal. Úgy érzem, hogy a rendszerváltástól, sőt, bizonyos fejezeteiben még inkább a városunk előéletéről, történelméről is szó van, de a rendszerváltástól különböző területeket, inkább a gazdaság, a tudomány és a kultúra és az oktatás, talán kiemelném ezt a pontot, az oktatás szerepében új pontokat, új feladatokat, új lehetőségeket, és a múltat talán valamilyen módon egyéni szemszögből, a ti szemszögötökből világítja meg. Itt befejeztem a beszédiségemet, kedves Kati, legelőször is nagyon szépen kérlek, hogy aki nem ismer, de remélem azért néhányan vannak, gondolom nem sokan, de azért kérlek szépen mutatkozz be, kit is tisztelhetünk dr. Forrai Katalinban. Tehát nagy örömmel megteszem én ezt. Az én családom már egyik ága nemzedékek óta Mezőtúron lakik, a Táncsis utcában, régen Beretyi utcának hívták azt. Ma is ott lakom én is bizonyos értelemben, és most is ott vagyok, onnan jöttem ide. Nyarat, szünidőket ott szoktuk tölteni. A másik fele, az édesanyám részvén pedig Budapestről jött Mezőtúrra, de a családnak ez az ága Erdély volt, és amikor Erdélyt Romániához csatolták, 1920-ban jöttek át Budapestre, és aztán telepedtek ott le, és maradtak ott végül is. Melyik részéről származtok Erdélynek? Kolozsvár mellől. Kolozsvár, igen. Uh-huh. Akkor majd mondom is, hogy a dédapám az anyai részről, kolozsvári Aladár, itt tanított néhány évek, nem is sokáig tanított, itt a fiúgimnáziumban. Református kollégiumban. A református kollégiumban, igen. 1900 körül, 1905-ig vagy 6-ig. És mi tettünk egy táblát a iskolára, hogy emlékezzünk őre, itteni munkáskodására. De tulajdonképpen, mivel a családunk református mindkét részről, ez a reformátusság és oka lehet annak, hogy ez a dédapám Erdélyből idejött, mert hiszen a gimnáziumi tanár volt, és a református egyház gimnáziumban tanított. És mint egyházi gimnáziumban jött ide tanárnak. Az, hogy az anyai nagyszüleim Erdélyből ide, vagyis Magyarországra jöttek, hát ez természetes volt, amikor a Románia élet Erdély,
menekülni kellett, aki állami hivatalnok volt, és a nagyapám katonatiszt volt. Igazából akkor börtönbe is került, és nagyon vannak a szép története, hogy, hogy elment a, király, a román királynőhöz, már Budapestről elutazott, és kikenyörögte, hogy engedjék ki ifjú férjét. A börtönből ki is engedték. Akkor a két gyerekük volt nekik, akik eljöttek Budapestre. Nagybátyámhoz később született, amikor már nagyapámat tényleg kiengedték a kolozsvári börtönbe. Na és akkor ők itt éltek, és apám akkor jogászként, ügyvédgyakornokként Budapesten dolgozott, ott ismerkedtek meg, és aztán a háború után költöztek Mezőtúrán, ahol az anyai, a apai nagyszüleim laktak. Illetve már csak a nagyanyám, mert nagyapám az meghalt, még nem is ismerte. De máig is ott, és ők is ott laktak a Táncsics Mihály után, akkor egy Beretty utcának hívták. Úgyhogy ide költöztek. No, hát akkor ez még így van valahol még a réges-régi időktől. Én az anyai, nagyai részvett családomat Budapestre aztán kitelepítették. Ha valaki nem tudna netántan, ez azt jelentette, hogy osztály idegennek tekintett embereket kiszorták a lakásukból, amit eladtak valaki másnak, vagy adtak másnak, és Kunszent Mártonba kerültek. Úgyhogy ők itt voltak a Kunszent szomszédunkban, hogy így mondjam. Mi testvéremmel oda járkáltunk nyaralni. De nagyon szép és érdekes nyaralások voltak, okos, jók voltak. Aztán nekem egy testvérem van, Györgyi, Forrai Györgyit, és sokan ismertem, többen ismerik, mint engem valami. Nekem volt kolléganőm 7 éven keresztül, például, persze. Mert én nem dolgoztam, nem voltam állás a Mezőtúron, még a Györgyi meg volt. És nagyon sok ismeret, régi barátai, meg kapcsolatai ebből a téglagyárba, vagy később téglaipari vállalat. Így van, alföldi téglaipari vállalat, ez volt a pontos neve. És ott dolgozott, és onnan sok ismerőse barátja még máig is tart egy jó néhány kapcsolatot. Így van. Én pedig, mikor leérettségiztem, utána mentem volna egyetemre, nagyon szuper jó tanuló voltam, na de viszont, én nem fogok nevet említeni, épp elgondoltam, nem, még ő nevét sem fogom mondani. A gimnázium igazgatónővel nagyon rossz volt a kapcsolatom, aki beírta az én felvételi jelentkezésembe, hogy én egy osztályellenség vagyok, és legjobb lesz, ha nem tanulok tovább. Felsőoktatásban soha semmikor se. És ezt arra hivatkozva írtam, hogy az anyai családomra, tehát a nagyszüleimre, a nagybátyámra. Na, és akkor nem is vettek föl. 2 évig dolgoztam különböző gyárakban, nagyon tanulságos volt és érdekes volt. Mikor is fölvettek, egyetemre Szegedre mentem, és magyar-német szakon végeztem. Akkor utána képelődtem, mi legyek, ha nagy leszek, mindenféle lehetőségek voltak, de úgy döntöttem, hogy ki kell nekem próbálnom a tanárságot, és Enyégre mentem, mert nyilván sokan nem tudják, hogy mi ez, egy kis történet. Paladon csücskében valahol, ugye Észak-Oldalában, igen. Igen. És én ott voltam 4 évig, ott tanítottam, még nem, aztán már nem, el is akartam menni onnét, meg azután, hogy akkor ez, mikor is volt csak, ez 60, 70 körül volt ez már. Akkoriban kezdték megszüntetni a középiskolákat, már a gyerek létszám csökkent, és ugye az a politika, ami korábban volt egy ideig, hogy mindenki menjen középiskolába, de akkor majd nem úgy változott. És akkor ráadásul megmondtam is egy kicsit, meg más is akartam csinálni, és akkor én Budapestre költöztem. Hogy hogyan és mint, majd csak lesz valami alapon. És így lett, és valami mindeneket csináltam, ilyen felmérésekbe vettem részt, találkoztam és segítettek régi osztálytársak, akik szintén ott voltak azon a vidéken. Mondtam, hogy nem fogok neveket emlegetni. Őket sem emlegetem. Mondjuk Törzsök Erikát csak emlegetem már. Ő is barátom volt, meg most is az, végül is. És akkor aztán úgy építgettem ott az életemet szép lassacskán, kapcsolatokat tettem, szóval férhez mentem, a lakásom is lesz, lakásunk, állásom is lett, és így valahogy. Hát azért még azért azt hiszem, hogy egy folyamatos tanulást kísérte végig az életedet, tehát azért, Kati, én tudom, hogy a veled született szerénység ezt nem fogja elmondatni, de én akkor is ezt szeretném mindenképpen forszírozni, de azért olyan tudományos rangra
tettél szert, ja, hát ami igen. Azért, bocsánatot kérek, tehát én ezért vagyok ilyen izgatott és ilyen állapotban, mert nagyon ritkán beszélgetek egyetemi tanárokkal. Ja, és én azért szeretném, hogy erről is néhány szót váltanánk. Köszönöm szépen. Tényleg így belemerültem, és szeretek elgondolkozni az ilyen felmenőimnek a történetén, és így bele tudok süllyedni abba, hogy hogyan volt ez. Ugye, tanulni mindig szerettem, meg alkotni, meg az önkifejezésnek keresgéltem a módjait, lehetőségeit. És amikor voltam, hogy odáig eljutottam az imént, hogy eljutottam Pestre, és akkor bekerültem olyan körökbe, hogy szociológiai karakterű kutatásokba vehettem részt, mint kérdezőbiztos, interjúkat készítettem, aztán az olyan megbízás is kaptam, hogy írjam meg, amit sikerült összeállítanom, és így lassacskán egyre többet írtam, és végre kaptam egy állást. A MTA pedagógiai kutatócsoportjának hívták azt az én olyan munka első álláshelyemet, amelyet aztán, és amikor volt ez már, 80 körül volt, aztán hamarosan megszüntettek, de akkor én már bevoltam, tehát bedolgoztam magamat, és elkerültem akkor már a Kozma Tamás volt, hogy nem férjem volt akkor még, hanem egyrészt nagyon szoros kapcsolatban voltunk, másrészt pedig szakmai kapcsolatban. Tehát ő és ott volt a MTA pedagógiai kutatócsoportjában, és olyan kutatásokat végzett, amit hozzám nagyon közel állt, tehát olyan terepkutatást, ahol meg kellett kérdezni az embereket, hogy hogy tanultak, mint tanultak, elmenni az iskolákban, megkérdezni, hogy miért fontos ott, meg merre irányulnak a gyerekek. És egy területen hogyan él tovább a múlt, mit tudnak még az emberek, mi az, amire felé törekednek, szóval ezek a kérdések nagyon érdekeltek engem, és ebben az ilyen típusú kérdésekben írtam is, és végül egyetemi doktorátus volt, akkor még egyetemi doktori disszertációt is írtam Szegeden, jó kis dolgozat volt egyébként, az Lajos Mezsei iskola körzetesítésekről szólt, és tanulságos érdekes történet volt. És akkor aztán a Oktatáskutató Intézetet alapították meg, amit a szegény most halt meg Kasó Ferenc, akkor ez egy nagyon jó karrierbe futott, egyébként a környékből származó szociológus volt, aki alapította ezt a Oktatáskutató Intézetet, ahol én és engem is alkalmaztak ottan, és ott kezdtem el csinálni, úgy hívták akkor ezt a tudományos fokozatot, hogy kandidátusság, majd ezt még előbb kezdtem, és az ott addigra megvolt. A kandidátusság, ez végül is egyetemi, nem az egyetemi doktorizmus, hanem az a fokozat nincsen, hanem ami most megfelel egyszerűen a PhD-nak, tehát ez igen. Volt. Igazából azt is hasonló témából csináltam, mint az előzőt, csak azt talán még bele is dolgoztam. Egy szép vastag dolgozatot írtam. Az iskola körzetesítések, a lakossági igények alakulása, a különböző iskolatípusok iránt, miért szeretik az emberek a középiskolát, miért nem szeretik, a különböző településekben ki szeretik, ki nem szeretik, szóval ezek a kérdéseket pontszolgattam ottan. Sok-sok interjúval szeretek interjút csinálni, szerettem is most is. Akkor ez is megvolt, tehát ez volt a PhD. És akkor volt az Oktatáskutató Intézetben, dolgoztam ottan, még nem aztán, már rendszerváltás is volt közben, de az még csak úgy mellékesen azért hát, ezt még azért csak úgy jött. Az én saját személyes életem, a munkahelyi életem, a szervezeti élet, mindenféle zajlott a közben. Tanítottam egy kicsit itt, amott ilyen szokás volt, máig szokás az, hogy akinek nem csak kötött munkaideje, itt felkérésnek eleget tenni, hogy különböző felsőoktatási intézményben órákat tartson. Akkor egy darabig dolgoztam a minisztériumban, főosztályvezető voltam, hanem semmi. Nem semmi? Nem. Így van. Voltam egyszer kutatási főosztályvezető, és aztán még felsőoktatási főosztályvezető. Nem tartott sokáig az egész dolog, aztán kirúgtak engem a tondét, kitettek. Igazából ilyen meghét megbeszélgetés során tettek ki, mikor volt ez, érdekes lehet.
hogy ez mikor volt, 98-99-ben mentem a Pécsi Egyetemre, hívtak oda, 99 őszére, akkor előtte volt, 97-98. Amiről lehet mondani, hogy MSZP, meg SZDSZ, meg ilyen-ilyen, amolyan kormány. Éppen kormányváltás volt, így igaz. Az is volt, nem volt ennek köze, és ráadásul azok, aki engem oda hívott, azzal nagyon jó kapcsolatom volt, személyes kapcsolatom. Aki kirúgott, azzal is jó kapcsolatban voltam akkor még, aztán utána ettől ez kicsit elromlott. Tehát nem voltak ilyen politikai színezette, nem volt se oda kerülésem, se a kirúgatásomnak, azt hiszem legalábbis. És utána aztán én azt mondta szegény Honti Mária, az meghalt azóta, az volt ott egy ilyen miniszterhelyettes, hogy micsodának hívták akkor éppen. Nem való ez neked ez a hely, ez a minisztérium, menjél csak te inkább a felsőoktatásba. Hát ez így igaz volt. Mondjuk én élveztem egyébként sok szempontból azt a minisztériumot, de másfelől tényleg elég rémisztő. No, akkor aztán a Pécsi Tudományegyetemről kerestek engem, ott ismertem szegény Szépe György, ezt nagyon szerettem, őt egy meghalt pár éve, és tiszteltem is. Ő hívott oda, hogy menjek oda, akkor már írtam cigányokról ezt-azt, és hogy szeretnének csinálni olyan tanszéket, amelyik ezzel a kisebbséggel foglalkozik. Mert Pécsi Egyetemnek a bölcsészkara akkoriban, nem tudom, nem nagyon gyorsan találom itt a dolgot. Nem, nagyon-nagyon, én meg nagyon figyelem, és jó a tempó, nagyon, és alig várom már, hogy napjaig eljussunk. Már most haladunk nagyon, tehát tulajdonképpen a Pécsi Egyetem, ez egy fiatal egyetem. Tehát. Persze, egy univerzitás most már ez de, egész igen, egyben. Igen, de maga ez a bölcsészkara is fiatal, nem volt egy olyan nagyon kiforrott még. És amikor az, hogy végül is ott vannak kisebbségek abban a térségben, tehát nemzetiségek a Pécs környéken, Baranya megyében, és ott akkor már volt német nemzetiségi képzés, meg most tudom, hogy milyen volt akkor már ottan. Nem tudom, Horvátország közel van, tehát horvátok is lehetnek. És legyen cigány is, és azt kitalálták, és egy jó ötlet volt, hogy vannak ott cigányok abban a térségben sokan, még nincs Magyarországon nincsen cigány témájú nemzetiségi kérdés. Képzést csináljanak, elkezdték csinálni, mennék-e oda vezetni, mondtam, hogy mennék. Így mentem, ez volt tehát 2000-ben. És akkor, most már itt lassan, már egész közel vagyunk, már csak 11-nány éve, és akkor lassacskán itt én először kaptam valami megbízás, aztán állás, és akkor megalapítottam a romológia tanszéket. Igen. És ennek a vezetője, és akkor utána még doktorképzésbe is bekerülted a romológia. Miről szól a romológia? Ez arról szól, hogy a különböző cigány népcsoportok Magyarországon, Európában, a térség Európában, vagy a világban, milyen alcsoportok, amik vannak, hogyan alakult az életük, milyen nyelveket beszélnek, milyen irodalomban fedezhető fel az kultúrájukban, milyen képzőművészet és milyen életmód, milyen lehetőségek vannak, szociológilag hogyan írhatók le, és így tovább. Azt hiszem, hogy ez a téma, kedves Kati, kedves professzor asszony, azt hiszem, hogy ez a téma, ez önmagában egy teljes életet fölölelhetne, és akár egy teljes munkásságot, különösen, hogyha ahogy ismerlek téged, azért eredménycentrikus vagy, tehát szereted azt, amikor a munkádnak az eredménye meglátszik. Hát én azt ragaszkodom hozzá, igen. Jó, tehát ez a romológiai tanszék, azt hiszem, igen, hogy itt még bőven hagy neked még tennivalót, sajnos. De azt hiszem, most én kérlek, hogy én fölírtam ide utolsó pontnak, és nem véletlenül tettem utolsó pontnak, mert hiszen mi elsősorban, és én azért is hívtak meg, és ezért fogok most nagyon keveset beszélni, hogy a mi szeretett szülővárosunkról, szülővárosomról, szülővárosodról beszéljünk, az pedig Mezőtúr, ahol ez a probléma egyébként, a maga a cigány kérdés, a cigány családok helyzete szintén megérne egy misét, ami egyébként a könyvben is szerepel, igaz, hogy nem a te tolladból egy másikíró tanulmányát benne találjuk, de nem ez most, úgy érzem, talán ne ez legyen most az elsődleges témánk. Kedves Katin, szeretném megkérdezni tőled, aki, tehát nem minden nap vagy itt Mezőtúron, és én mindig azokra a szemekre vagyok kíváncsi, és azokra a véleményekre, akik nem minden nap látják a városomat, városunkat. Értem. Elnézést kérek, hogyha a ragozás, néha nem véletlenül felejtem így el, hiszen aki ritkábban jön, az mindig objektívebben látja ezeket a dolgokat. Te most, Kati, hogyan látod Mezőtúrt? Én azt hiszem, ahhoz képest, hogy meg kellene határoznom a viszonyítási pontot, tudom. És nem tudom eldönteni, hogy mit kérdezzek, mert hogyha túl nagyot ölelek,
Ha most mondjuk ölelem mondjuk a rendszerváltás 89-es időpontjától a változást, az szerintem túl nagy. Kérlek, inkább hogy bízzam rád, hogy melyik az a pont, amikortól érdemes a változásokról beszélni? Az a helyzet, hogy az ember ugye valahol felnőtt és gyerekeskedik, akkor érzelmileg kötődik egy csomó dologhoz, csomó városnak egy csomó pontjához. És én számra is, amiket szépet, szépnek lát, a szeretettet érez irántuk, és így tovább. Ilyen értelemben nem könnyű beszélni az emberek a szülőföldjéről, pláne, hogyha így mondjuk, mint én, és azért gyakran van itten. De azért, miután szeretem ezt tudományos témaként is, hát alkalmas egy mezőtúrt is, de mondjuk azt, hogy hogyan élnek együtt különböző emberi közösségek egy-egy településben. Most ez a szem elég objektív volt. Én úgy látom mindezek után, hogy mezőtúr fejlődik. És én tudom, hogy ez nem szokás mondani, és mindenütt azt hallom most éppen a mi itteni házunkban is, iparos emberek dolgoznak, mert fürdőszobánkat alakítgatjuk át, és ők is annyira szomorúak, és mondják, hogy nagyon rossz itt, meg mindenki szegény, meg minden. De miért rossz? Hát mondom, miért rossz? Mi van rossz? Hát annyi sok munkája van a ott dolgozó embereknek, hogy nem tud mindenki eleget tenni. Hát mindenkül kérik erre, de mondom, hát akkor az úgy értsem, tehát, hogy rengeteg ember akarja tatarozni a lakását, meg rendbehozni a lakását. Hát én nem is tudja, de hát de mondom, nagyon nehéz itt mindenféle ilyen munkákra embert találni. Mindenki azt mondja, hogy aki valamit ér, az elmegy külföldre. Mondom, én nem hiszem ezt, nem látom ezt. Hát egyszerűen tényleg nehéz embert találni azért, mert itt dolgozik, meg ott dolgozik, meg ide hívják, meg abba de hívják. És aki nem bírja rendesen beosztani az idejét, annak elúszik, és csak dühöd, hogy maga után, mint néha. Én is úgy érzem, hogy ez egy túlzás, hogy ide-oda szaladozik, ami mesterünk. Tehát én úgy látom, hogy mi a másik ilyen kis gondolat, megfigyelés van. Én arra emlékszem, hogy nem csak gyerekkorom, hanem sokkal később is. A jellegzetes volt egy mezőtúron is, hogy rengeteg nagyon szegény embert látott az ember az utcán. Most az, hogy nagyon szegény, ez nem biztos, most úgy értem, hogy a megjelenésre látva is nagyon szegény. Nem is rongyos ruhába, de olyan lepusztult ruhákba. Igen. És úgy láttam, hogy inkább jól öltöttek az emberek. Nem mindig az én ízlésemnek szerint öltözködnek. Én szerintem néha egy kicsit, nem tudom, nem úgy, hogy én szeretem, de attól még objektíven el kell ismerni, hogy rendesen vannak felöltözve a túlnyomó többségük. Lepusztult, pláne rongyos ruhás, nem emlékszem, mikor láttam. Pedig ez így igazgat, és én lehet azt mondani, hogy azért van, itt vannak a kínaiak, és hozzák be az olcsó. Nem, ez már a múlt. Itt ugye? Mióta áfát fizetnek, azóta már ugyanúgy utolérték az árakat, tehát ezzel már nem lehet takarózni. Kati kedves, én mással szeretnék, ez erős kifejezés, hogy vitába szállni veled, de mégiscsak 90-ben, amikor az első szabadon választott mezőtúri önkormányzat elkezdte munkáját, 22.704 lakosa volt mezőtúrnak. 22.704. Ugye a polgármester úr rendszeresen megtisztel bennünket, hála Istennek, és szóba kerül sokszor. Most 17.000 körüli lakosságszámmal büszkélkedhetünk, és ezt idézőjelben mondom. És ez önmagában ez a két szám, és hogyha mellé tesszük azt, hogy fejlődés, nem, számomra nem ezt igazolja. Ha még azt megnézzük, hogy a városnak a korfája, az a bizonyos demográfia helyzete hogyan fest, az szintén nem túlzottan tesz bizakodóvá. Tehát sok a nyugdíjas, túl sok arányaiban, sok a gyermek ehhez képest, hiszen az iskolaváros jellegünket azért meg tudtuk tartani, hála jó Istennek, amiről majd később föltétlenül szeretném, addig nagyon szépen kérlek el, ne menjünk, még azt meg nem beszéljük. Tehát sok a nemzetiség, én tudom, ugye a könyvből, mert az, igen, én is úgy gondoltam, bocsánat, akkor a cigányokat, bár kerülöm ezt a kifejezést, mert nem tudom miért. Mert hogy komplexusom van, azért, és ez butaság, tudom, és elnézést kérek érte. Tehát sok a cigány, még csak a román sem fogom használni. Statisztikai hivatal, a ti könyvetek van benne, 1,7%-ra satszolja, más nem tudok mondani, a mezőtúri cigányságnak a
lélekszámát arányosan, amely más vélemények szerint 15-17%, és 8-10% az, amit reálisnak fogadnak el. Nos, tehát én számomra így festez, és Kati, teljesen igazad van, és itt látom most ez, amikor annyira irigylem, amikor az a ritkán itt járó szemnek az objektivitását most hallom, és ilyenkor örül a szívem, komolyan mondom. Hát persze. Mert hogy amit én nem veszek észre, mint minden nap látom, és elégedetlen vagyok, ami önmagában nem baj, mert az elégedetlenség az, ha tetvágyat szül, akkor az jó. Hogy az elégedetlenség torzsalkodást szül, az nem jó. Azt én nem szeretem, nem, és távol álljon tőlem. Kati, nagyon-nagyon köszönöm ezt a véleményed, mert az én ellentmondásommal szemben, a lélekszám csökkenéssel, illetve a demográfiai összetétellel és minden mással szemben, akkor elmondhatjuk azt, és most nagyon gyorsan megelőlegezem a beszélgetésünk igazi szándékát, hogy a városunk a lejtmenet ellenére, amely tagadhatatlan, valamikor fölívelő pályára fog kerülni? Jajaj, nagyon-nagyon nehezett kérdeztem. Mondok, föltétlenül igen mondok, csak hogy erre gondolkoztam egy pillanatra, hogy hol is kezdjem. Tehát Magyarországnak a lakosság száma majdhogy nem ugyanilyen lejtőn van, mint hát azért Isten őrizzen, az arány nem teljesen stimmel. Hát de kifejezetten ugye láthatjuk. Csökkenni, 10 millió alá kerültünk. Hát ugye ez van. És nem régiben még olyan álmok voltak, hogy nem tudom én, 11-12 millió. És hogy itt volt a sok beköltöző, relatíve sok beköltöző a határ túloldalán. Igen, a külhoni magyarok, de ez nem csak Magyarországra jellemző, hanem Európa egészére. Hát ugye bármit néz az ember, mindenütt azt látja, hogy európai, tehát a demográfusok, a politikusok ezen téperődnek, hogy mi lesz Európa a sors, és sajnos ott vannak azok a földrészek, ahol nagyon sok gyerek születik. Kati, kedves, itt bocsáss meg, közbe kérdezhetek, mert szemtelen és neveletlen vagyok, akkor ez magyarázat lehet éppen egy ilyen a migráció mai helyzetére? Tehát, hogy egy valamiféle butaságot mondok, de egy üresedő helyre jöttek azok az emberek, akik jöttek? Hát, tudjuk, ez így, talán én úgy... Vagy ezt most túl leegyszerűsítem a dolgot, és ne nyissuk ezt a frontot ki. Szélsőséges talán. Tagadhatatlan, hogy európai jelenségről van szó, nem mezőtúri és nem magyar jelenség. Igen, most az, hogy ezen belül persze mezőtúron gyorsabb vagy nagyobb ütemű volt a népesség csökkenés, mint mondjuk a dunántúli térségben. Ez nyilvánvaló, hogy így van, mert ugye azért az, hogy a gazdasági, dinamikus gazdasági fejlődés, az élet lehetőségeknek a javulása, az nyilván előbb-utóbb több gyereket hoz magával. Na. És ahol az Alföld közepén itt, hát ez a fejlődés jócskán elmaradt a kívánatostól, meg minden, ezzel is összefügg, de mondjuk alapvetően van egy ilyen tendencia. Én úgy látom most, ami azt illeti, hogy mezőtúra speciál, ahogy mondtam, az emberek megjelenését nézem, én mindig drukkolok, hogy ne legyen már az, hogy egyre lepusztultabbak, egyre csúnyábbak, inkább azt látom, hogy ellenkezőleg, hogy mondtam az imént. Legfeljebb azt tenném szóvá, hogyha valaki megkérdezné, hogy mit szólok a mezőtúriak megjelenését, túl sok a kövér ember. Júj! Hát ugye... Ez 10 évvel ezelőtt igazad lehet volna velem kapcsolatban is. De kövér voltál? Én 106 és 116 kiló is voltam. Nem emlékszem rád kövérnek egyszerűen. Nem, akkor még 85 voltam, amikor utoljára találkoztunk, és az... És azt most újra sikerült elérni. Na, nagyon jó. Mert én úgy látom, most lehet, hogy ez nem egy tudományos dolog, amit most mondok, de azt gondolom, hogy a kövérségnek így ez a fajta elterjedése, ami most van mezőtúron, ez inkább a gyors, vagy jólét gyors növekedése. Tehát amikor már hosszabb ideig élnek az emberek jólétben, tehát nem okoz problémát, hogy mit eszek holnap, meg mit adok gyerekemnek, akkor tépelődhetnek azon, hogy csinos is legyek már. De amikor épp most van az első alkalom, annyit ehetek, amennyi belém fér, akkor van ez az elhízás. Ezt gondolom, lehet, hogy ebben tévedek, de így gondolom. Kati kedves, nem hiszed el, nemrégen olvastam egy tanulmányt, nem merem így nevezni, pedig az volt az amerikai kövérségről. Ahol éppen ezt mondták, mondjuk ott inkább a aki az élelmezéssel foglalkozik, mindjárt nem fogom most kimondani, egy írása volt, amelyben éppen azt taglalta, hogy nem csak, hogy sokat, hanem, hogy mit.
hogy azzal hát is foglalkoznak, és ugye Amerikában ezért nagy rengeteg hát kövér ember, mert van a gyors étkező, a hamburger, és az telekalóriával, és sumbe, és aztán már kész, és túlesnek hamar rajta, hogy aztán újra a teljesítményüket további gyarapodásukra folytatják, anyagi gyarapodásukra. És a, mondjuk a művelt emberek, a felső rétegekbe tartozó emberek kezdik, a kényesek arra, hogy hogy jelennek meg. No. Ez így, biztos. És akkor ezáltal jobban, kevésbé, tehát jobban figyelnek a külsejükre, és az egészségre, meg a többi. És mezőtúron, kedves Kati, ezt figyeled meg? Én azt figyelem meg, hogy több a kövér ember, mint emlékeim szerint volt. Jó. De itt nem az, én azt gondolom, a kövérség, ez pontosan az jelzése, visszajelzése a társadalom helyzetének. A jelzés, hogy szegény ember több az ennivaló, most hát nem okoz számára problémát, hogy egyen. Tehát nem eszél a gyerekkel. Kedves Kati, mondom, távol álljon tőlem, hogy vitába merészeljek szállni, de hát én már olyan sok harcot megvívtam, de aztán semmi nem lett. Kedves Kati, de 2018-at írunk. Jó, csak hogy... Hála Istennek a háború hát egyelőre elkerül bennünket, ami a lehető legrosszabb. Nem csak a háború, mert voltak itt a háború után is a egymás követő korszakok, amikor az étkezés nem mindenkinek jutott annyi, amennyire belefért volna. Meg volt éppen a ti életetekben, amit én, hogy kerülünk ide, de tudom, hogy ez lesz, tudtam, amikor, és kérlek, engedj meg, hogy visszautaljak Kunszentmártonra. És ha jól emlékszem, ebben a könyvben éppen olvastam, hogy kedves férjed Tamás is, és családja is Kunszentmártonban volt kitelepítve, és én ezt szerettem volna inkább a kitelepítést. Tehát, hogy volt egy olyan társadalmi rendszer, amikor bevett gyakorlattá vált az, hogy mondjuk még szerencséje volt, hogyha este megjelent egy teherautó, és akkor azt mondta, hogy reggel 6-kor egy bőröndel föl lehet fáradni a teherautóba, és kilejölték a hortobágyot, adott esetben Kunszentmárton, vagy Mezőtót, vagy bármit. Tehát ez a világ azért, és azért ne felejtsük, hogy ebben a világban élni kellett, ezt a világot át kellett élni, aminek aztán meg lett persze a következménye, ugye maga a káderi konszolidáció, de most úgy visszamentünk, hogy rettenetes, de ez kihozza belőlem ezeket a gondolatokat, Kati, hogy most bármennyire is szidjuk azt, most 2018 júliusában, bármennyire is szidjuk azt, amit kinek-kinek ízlése és kedve szerint szidható, de szidhatjuk. Hát ugye ez nagy dolog. És nagyon nagy dolog, és ez nem várom nagy. Azt, én egyelőre legalábbis nem várom azt, hogy jön majd egy szürke autó, nem. És azt mondják, hogy. Nem. És ez egy nagyon fontos dolog, úgy érzem, és ha más, ennek az egész purparlinak, amit én már így hívok magamban, amit 89-től, 90-től folytattunk, ha más eredménye nincs, de ez az eredmény rendkívül fontos eredmény. Az, hogy nem kell ettől félni. Hogy nem kell ettől félni? Hát persze, az mindenkinek nyitottabb lett, lazább lett, persze, egyértelmű. Egyértelmű. Jaj, akkor most ezen túljutottunk. Na, igen, bocsánat, én voltam, aki eltereltem. Ez nagyon jó így. Tehát ugye a cigányok. Én azt gondolom, ugye, hogy azt látom, és kezdjük azon, hogy Pécset így, amikor alapítottuk ezt a romulgő tanszéket, hogy máig működik, sőt, van olyan, most már több felé az országban, elsőbb a egyházi kezdeményezésekre, de azután első egyetemi kezdeményezésre és szakkollégiumokat hoztak létre. Pécsen is van egy úgy. Hát mit csináltuk az első ilyen szakkollégiumot? Kati, hála Istennek, téged látok, Istenem, de örülök. Mit csináltuk az első? Mert nincs más út, de ezt majd mindjárt meg fogjuk beszélni. Igen? És ennek az a lényege, hogy egyrészt kettő, amikor megcsináltuk, az volt a mondani valója, egyrészt, hogy a két cigány, roma, az menjen, és jó tanuló, az tanuljon, és menjen egyetemre. De az ő sorsa, meg a többi cigányoknak az élete, meg egyáltalán, hogyan élünk Magyarországon, az nem csak őket érdekli, hanem bárkit érdekelhet. És hogyha egyetemista az illető is érdekli, jöjjön be a szakkollégiumba. Tehát ez részint ugye cigány ügyi szakkollégium volt valamilyen szinten, de kifejezetten ez volt a lényege is, hogy ne csak cigányok legyenek benne, hanem azok is, akik együtt éreznek velük, érdeklődnek irányba. Tehát egy bizonyos integrációt valósítottak már akkor. Igen. Mm-hmm. Még pedig a romológia címszólat, ami mint egyetemi szak, adtunk ilyen diplomát is, megadunk, mint egyetemi szak, és tehát ez szak ugyanúgy, mint a történelem szak, vagy magyar szak. Megértettem, természetesen. Nek az volt a célja, hogy akár cigány az illető, akár nem cigány, akár milyen etnikumú az illető, ha tanulja meg, ha az érdekli, vagy képes-e, akkor tanulja meg ezt, tanulja meg valamilyen cigány nyelvet, valamilyen szinten a történetét, és itt a. Tehát
ez egy ilyen egyetemi elgondolás erről a témáról. Arra a kérdésre visszatérve, hogy itt vannak a jelölt cigányok, akik nem csak azok, akik oda járnak, mert oda is mindenki járt, tehát mindenkit úgy értem, hogy Mezőtúról is volt diplomás hallgatónk, a kis Antika, aki írt a tanulmányokba, ott szerint. Igen. Tehát igen. Főiskolai Telekiben ő tanított. Így van. Sőt, lehet, hogy most is tanít. Így van. De, tehát egész országban, vagy nem volt eredetileg, nem volt. Most már több ilyen van, ahol lehet cigányokról tanulni, akkor nem volt. És meg ilyen diplomát szerezni. Tehát ez volt a célunk, hogy legyenek a cigányok olybá tekintve, mint egy akár olyan a többi nemzetiséggel egyenrangú népcsoport. Érdekes, izgalmas, saját története van, saját produkciói vannak, ami iránt lehet érdeklődni. Lehet azt mondani, nem érdekel, de akit érdekel, azt tanulhatja. Egy más kérdés, hogy ez illető, valaki szereti a cigányokat, vagy nem szereti, ez nem téma az egyetemen, mert az, hogy egy népcsoportot a Pistike szeret, vagy nem szeret, az nincs tudományos relevancia, semmit jelent. Így gondoljuk a cigányokkal is. A mezőtúri cigányokra pedig azt látom, mindig úgy szeretném már megint, csak már idén nyáron, vagy nem maradt rá időm. Szeretnék több tanulmányozni az itt élő cigányságnak a különböző csoportjait, meg az életéről alkotott nézeteit, a hogy került ide, milyen kapcsolatai vannak az országban. Mert hát végül is, akikkel én kommunikálni szoktam, két típusú cigány emberrel, az egyik a gazdag, sikeres, jómódú, képzett emberek, akik hát, hogy itt élnek, itt éltek, itt nevelkedtek, stb. Meg az ilyen hányódó fiatalok, akikkel néha szoktam találkozni, de némelyik azok közül is meg tudott kapaszkodni. Ez egy érdekes képet tár ez is elénk. Én nem gondolom, hogy azok a cigány emberek, akiket én szoktam látni, idősebb embereket részegen vagy kábszeresen utcán ülnek, azok annyira nem érdekelnek, de a családjaik izgalmas. Kedves Kati, én bocsáss meg, hogy meg mindig elnézést kell, hogy kérjek, mert félek attól, hogy valami nagy butaságot fogok mondani, de most nem félek. Nagyon jó. Összetem össze ezt bátorságomat. Ez a téma, maga a cigányság helyzete, azoknak a szociológiai szempontból felmérése, elemzése, végül egy következtetés levonása, gondolom, hogy egy tanulmánynak a folyamata ez. Persze. Akkor most én engedd meg, hogy hagyugorjak ennek a tanulmánynak a végére, és bocsánat, nem a tiszteletlenség mondatja ezt velem, mert rendkívüli módon kíváncsi lennék még az első két fejezetre is. De a következtetések levonását szeretném megkérdezni, és talán azokkal, akikkel te eddig tudtál dolgozni, azok pedig a dunántúliak, ha jól emlékszem, ők beás cigányok, ugye? A dunántúli cigányok, de ez most csak úgy jött, mert ez is van, ugye? Ez nekem most minden tudó, ez a dolog. Nos, tehát ők a legfontosabb, amit azt én két szóban tudom elmondani, a tudástanulás, igen, vagy fordítva tanulástudás, és a munka. Ezt hogyan tapasztalod, Kata, mint romológus, mint ezért a dologért rendkívül sokat tévő ember? Ami a tanulás, meg a tudást illeti, ugye azt mondhatom, hogy hogy az ember átnézi a magyar népességre vonatkozó statisztikákat, oktatási statisztikákat, népszámolás, vagy akár. Azt lehet megfigyelni, hogy körülbelül a 30-as évekig, mondjuk 19. században a tömegében voltak analfabéták. Jött a... De ugyan blokk a társadalom teljes egészében. Magyarországon, igen. És akkor aztán jött a 6 évfolyamos kötelező oktatás. Csökkent az analfabéták száma. És itt már kellett a kötelező évfolyamok száma, csökkent az analfabéták száma. A 30-as években, múlt század 30-as években, Parasság nagy hányada, jól lehet tudok már írni, olvasni, de nagyon alacsony volt az iskolai végzettsége. Az a népi mozgalom, ami volt a 30-as években, kezdődött, 40-es évek, Pap István kiváló mezőtúri kollega. Őt ismerem? Ja.
Ismered? Hogy? Na, hát én is ismerem. Hát jobban feltételeztem. Így van. Onnan is ismerem. Tehát ő szokott ezeket a népiesekről okos tanulmányokat írni. Csak azt akarom mondani, hogy lassú folyamat nemzedékről nemzedékre nőtt a iskolázottak aránya a parasztok körében is. És a cigányokra én úgy vélem, hogy hasonlót lehet elgondolni, hogy egy olyan népcsoport, vagy a lakossági csoport, amelyiknek az iskolázottsága szintje elmaradt a átlagtól, vagy a többségét a sokáig. És szép lassan emelkedik. Manapság már analfabéta cigány, fiatal gyakorlatilag nincsen. Hát hiszen is, kötelező oktatás hát van, hát, jelen pillanatban 16 éves korig kötelező iskolában. Igen, és járnak is iskolába, tehát nem arról van szó, hogy kiveszik az iskolába, mert otthon van dolga. Persze, hiszen a társadalom olyan szankciókat, illetve a kormány olyan szankciókat vett, amiért kénytelenek ide menni, és ha máshogy nem megy, olyan szántukból nem megy, akkor kénytelen, és én azt tudom, hogy módon helyesen. De ezt Európa szerte így csinálják. Máshogy nem megy. Nem csak a cigányokkal szemben, például Párizsban volt nagyon tanulságos volt a kirándulás. A lakótelepi iskolában, ahol a lakótelepen bevándorló különböző színes bőrű népcsoportoknak a tagjai éltek, akik nem nagyon szívesen adták a gyerekeket iskolába, ráadásul nagyobbak voltak. Igen. És ment bizony a büntetés. És mondták a tanárok, hogy nincs mese. Igen, igen, kemény büntetéseket kapnak, meg rendőr vezeti őket is, minden, úgyhogy nincs messze, muszáj nekik iskolába járni. Tehát az első pontot akkor kipipálhatjuk a tudástanulást, hát, mint olyan. Ez növekszik egyszerűen. Növekszik. És ha ez a tudástanulás megvan, akkor már automatikusan következik belőle a munka. Mert hiszen akkor belátják, hogy más út nincs. Hát, ugye, illetve két út van előttem, vagy dolgozom, ugye? Igen. Vagy pedig a másik út, az pedig a bűnözés útja, mert megélni meg kell. Igen, meg térben megy az ember, nem? Hát ezen nem speciál, még én nem próbálkoztam ezzel, de majd próbálkozom, jó, hogy megnősül. Hát ilyen. Jó, férjhez, igen, most nem akarom ezt elviccelni, és mondjuk szül 8 gyereket, és innentől kezdve ismét problémákat szül, és képletesen is. De az, hogy hol van az a munkanélkülége maradt fiatal, egyre középkorúban váló cigány asszony, vagy akármilyen asszony, aki 8-9-10 gyerekkel akarja fenntartani magát, van ilyen, de kevés. Kevés? Nem ez a probléma. Uh-huh. Nem tudom, mezőtudom, van-e ilyen egy, akár egy is. Van ilyen cigány sárga 8 én gyerek, most, én 9. Nem, én most nem merek. Azért nem merek, drága Kati, mert tudom, hogy ha valahol előítéletesek az emberek, akkor ebben a témában 100%-ig előítéletesek vagyunk, és magamra veszem ezt a kabátot. Én is magamra veszem, pedig igyekszem mindig valami más szemmel megközelíteni, ezt valamilyen megértőbb szemmel. Helyes. Igen, csak te, amit elsoroltál, az nagyon időigényes. Az a folyamat, az csak 100 évet ugrottál át az előbb. Mert ez a 100 év, ez neked természetes. Mert de hiszen jó. Tudod, hogy majd akkor megjön ez az eredmény. De nekem nem. Nincs csak 30-50 éve. Ha én a saját gusztusomra, vagy saját preferenciára gondolkodom, akkor nem 100 évekbe gondolkodom, amikor leírok egy folyamatot, egy történeti folyamatot, akkor nem számít a 100 év. De az, hogy te vagy a Kovács Pisti hogyan viszonyul a cigányokhoz, ez nyilván nem 100 éveken múlik, hanem ez aktuális pillanatnyi helyzetén múlhat. Így van. De az, hogy mit csinált a tanár, mit csinált a nem tudom, egy írással foglalkozó ember, arra igyekszik rávenni az illetőt, hogy nézze meg azt, mielőtt valami patentot ráhúz, és valami klisé alapján elítéli. Tehát lehet azt mondani, hogy gondolkozzon el ma azon, ugyan, hogy nem ismerem olyan cigány fiút, lányt, aki öntudattal fiú vagy cigány, de mégse olyan, és mégse azt gondolja róla, hogy majd az is betörő lesz. Mert van ilyen egyébként. Ha keresünk az ismerőseink között, akkor igen. Akkor mindenki talál. És ráadásul meg én, és mindig ezt szoktam mondani a barátaimnak, hogy képzeljétek el, hogy mennyivel nehezebb az ő útjuk. Ez biztos, ez pontos. Tehát valahonnan onnan nagyon, és elnézést kérlek, hogy ezt kell fogalmazom, de nagyon lentről elindulni, sokkal nehezebb, mint bárki másnak. Ez így van, ugye ez a, szokták emlegetni Sós Imrét, aki egy nagyon tehetség. Azt hiszem, ezt legondolsz? Igen, aki öngyilkos lett. Igen. Hogy ez egy,
ez egy bizonyos értem, egy tipikus sors abból az időszakból, amikor a szegény parasság köréből, a faluból kiemeltek tehetséges fiatal embert, és csinált, azt csinált egy ilyen karriert. És ő nem bírta ezt a változást mentálisan feldolgozni, és ezért ezt az utat választotta. Ugye, ezért alkoholt fogyasztott sokat. Akkor ez a szerelmi legenda kötődés, ez akkor nem igaz. Hát vagy igaz. Na jó, de az most lényegtelen, meg magánügy az egyébként is, és ez nekem szent. De az, hogy ez egy azokat az embereket, akik ilyen táborról kerülnek, ilyen magas pozícióba, hogy mondhatjuk így, azokat csak ugyan fenyegeti az a veszély, hogy nehéz ez beilleszkedniük. De nehéz beilleszkedni. Ugye az ember nevelkedik egy elit környezetbe, és felnevelkedik, belép egy elit környezetbe. Az oké, vannak konfliktusai, meg ugye valahogy. De amikor abban nevelkedett fel, hogy ott van a társadalmon kívülről lökve valahogyan, és kapargatni kell valahol innen-onnan, amit majd megehet, és ebből teszik föl elitnek, hát ezt nagyon könnyű elképzelni, nagyon nehéz észszerűen feldolgozni. De még ezeket a lépéseket is nehéz feldolgozni. Tehát ha valaki nem ilyen legalulról, legfelőre kerül, hanem hogy magát, ahogy a mobilitásnak a lépését látjuk ott Pécset a Romulungi Tanszéken, hogy az, most már 15 éve van. Első társasága a cigány fiataloknak odajöttek, ott összehúzódtak a folyosók végébe. Egyen meg, hogy húzódtak szinte össze. Hát összehúzódtak kis kupacokban, 4-5-en is védekezés körül, és várták, hogy na mikor éri őket valami baj, mert hát annyira nem odavalók. És emlékszem, hogy volt olyan hallgató, aki azzal jött be, hogy a portán nem akarták beengedni. Észrevették rá a cigány, és megkérdezte a portást, hogy mit keres itt. És mondtam nekik, hogy az egész társaságnak, hogy figyeljetek ide, én most oda megyek a portáshoz, nem kell velem jönni. És leteremt, hogy ilyen többé nem fordul, nem is fordult elő. Ismer volt a mentalitásra többen biztos. Kedves igen. Professzor, asszony, kedves Kati, sajnos az időnk, én mondtam neked, hogy úgy el fog száguldani, hogy csak ugye nyomait fogjuk látni. Hát sajnos. Viszont még nem száguldott el teljes egészében, és én azt mondtam neked, és én szeretném is, hogyha még erről tudnánk beszélni pár szót, ők pedig az iskolák. Igen. Mezőtúriskolái, és maradjunk mezőtúriskoláinál. És konkrét, egyetlen egy, az én gondolkodásomnak olyan kérdése, amikre nem találok választ, és a félelmem. Az pedig az a következő, és most már sajnos csak erre maradt időnk erre a válaszra. Kedves Kati, a Teleki Blanka, ő az ilyen alma máterem, és milyen furcsa, őt mondtam. Igen. Teljesen véletlen volt. Az alma máterem ugye rengeteg nagyszerű tanárral volt dolgom, nekem is az én időmben is van most is. Jós az én félelmem, vagy egyáltalán alapos-e egyáltalán az én félelmem, hogy most már ez az iskola Mezőtúrhoz csak helyileg kötődik. Tehát én nagyon félek attól, hogy a Teleki Blanka gimnáziumot valamikor, ha a gyerek létszám oly mértékben csökken, vagy pedig bármilyen más politikai, vagy bármilyen más oktatás koncepcióbeli változás következik, akkor a Teleki Blanka gimnáziumnak, nagy Isten, azt mondhatjuk, hogy nem, vagy vége. Hát, tudtass meg, kérlek. Ha én, én szavam ebben bármit számít, akkor megnyugtatlak. Nem lehet ilyen. De azt remélem, hogy nem is lesz ilyen tényleg. Én voltam a Karcagon ennél a szakképző központnak a vezetőjénél. Megkérdeztem, hogy milyen sorsot szánnak egy gimnáziumnak. A másik ilyen együttesben is van gimnázium. Igen. Például és, kisorszálláson? Igen. Így van. És mondta, hogy hát semmi különleges sorsat nem ugyanom, mintha nem volna benne ebben az együttesben, hanem gimnázium maradjon, mert kell gimnázium egy ilyen képzési együttesben, ahol különböző szakképzések vannak, érettségit adó képzések is vannak, és így kell legyen gimnázium is. Én nagyon remélem, hogy ez tényleg így van. És nem vagyok annak híve, hogy én rajta múlik, én nem teszem meg ezt az úgynevezett integrációt, nem tartom egy jó ötletnek, de mindegy, hát nem én rajta múlik. De én nagyon remélem, hogy ez így lesz, hogy és ehhez is kell egy jó erős vezetés, hát ugye az mindenképp kell.
Láttam, ennek a telekének jó igazgatója, az egy szaros. Egy is és igen, és igen. Elég keményen mennek tőle. Jó van, akkor nem kell aggódnom. Ne aggódjak, igen, biztos is csak mezőtúriként kell aggódnom azért, hogy de ne aggódj, és nem aggódj. De akkor látod, és ezért vagyok hálás, és nagyon szépen köszönöm, hogy az te szemeden keresztül láthattuk most egy pillanatra, mint egy vakuvillanást, úgy mezőtúrt, és az aggodalom, megint csak ezt tudom mondani, az aggódás azért, hogy most ebből a városból valóban város maradjon, és ne legyen majd ne csak 670, hanem még 80 vagy 90, hanem a csoda tudja hány esztendős, ugyanett, igen, mert igen. Már ugye elmúltunk, hanem jövője legyen ennek a városnak. És én ebben szeretnék bízni, és mivel hogy én is már úgy lefelé megyek, tehát én már úgy azért nem hiszem, hogy az erdőnek a közepén járok, hanem már inkább kifelé, tehát az utódaim is, hogy legyenek már képletesen az utódaim is, nem csak valóságban, hogy legyenek itt mezőtúron élő, boldog és megelégedett emberek. Nagyon egyetértek, és én is ezért drukkolok. Nagyon-nagyon. Kedves professzor asszony, kedves Kati, én nagyon köszönöm a beszélgetést. Én megköszönöm. Én rendkívül boldog és izgultam, úgyhogy most nem tudom, hanyast kaptam, majd az indexemet majd eldugom, és nem fogom senkinek elmondani, de sok minden érdekességet és okosságot tanultunk. Befejeződött? Befejezzük mindjárt, mert én most ezt megköszönöm neked, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt a fürdőszoba felújítás közben, ja, és a mestereket otthagyva, a kis kedves férjedet otthagyva eljöttél hozzánk. Én nagyon szeretnék tiszta szívből jó egészséget, további nagyon sok hasznos munkát kívánni neked, és nektek, hogyha megengeded, hogy rajtad keresztül Tamást is üdvözöljen. Nekem. És tényleg kívánom, hogy valamennyiünk hasznára dolgozz. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, kedves Kati, és a kedves nézőtől elköszönhetsz ebben a Katmerában, abban. Jó. Köszönöm szépen ezt a megbeszélést, élvezetes volt nagyon. Ja, de jó, ezt köszönöm. Ebben bíztam, és ebben reménykedtem elejétől fogva. Köszönöm, hogy itt voltál, Kati. Kedves nézőinknek pedig nagyon nagy tisztelettel köszönöm a figyelmüket, mert én éreztem, hogy ez ilyen beszélgetés lesz, és akinek nincs meg ez a könyv, megmutatom, ez egyrészt megpróbálom majd segíteni esetleg megszerezni, másrészt meg a saját, de dedikált példányom van, úgyhogy ezt csak úgy adom utal, hogy átvételül ismervény ellenében, de higgyék el, nagyon élvezetes tanulmányozni, nagyon érdekes. Nagyon szépen köszönöm mai figyelmüket is, kedves nézőinknek, jövő héten ismét találkozunk, jön a tabuk nélkül, akkor is fogunk egy érdekes beszélgetést végig hallgatni. Köszönöm még egyszer, kedves csukom, viszont hallásom.